A Vasszécsényi Művelődési Ház kulturális gazdaságfejlesztési tevékenysége részeként a helyi vállalkozókat összefogó turisztikai márkát hívott életre, a Szerelem falut, amelyet a helyi művelődési ház vezetője Tárci Orsolya álmodott meg, akivel a mai interjúban a Szerelem falu ötletéről, a megvalósításban résztvevő közösségről és a közelgő szerelmesek napjáról is beszélgettünk. Szia Orsi, köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást. Remélem ismét egy jó közös beszélgetésben veszünk részt, mint a múltkor. Szia, üdvözlöm a hallgatókat is, és nagyon örülök, hogy újra tudunk beszélgetni. Orsi, honnan jött az ötlet, hogy Vasszécsényből Szerelem falu legyen? Vasszécsénynek két fantasztikus, gyönyörű kastélya van, az egyik az Ó-Ebergényi kastély, a másik az Új-Ebergényi kastély, és mindkettő az esküvők és a lakodalmak szervezésére és lebonyolítására szakosodott. Innen jött az ötlet, hogy ha ennyire ez a fő profil, akkor ezt lehet, hogy érdemes lenne kibontani, és új lehetőségeket is megkeresni ezen a téren. Könnyen találtál veled álmodókra a témában? Itt nem csak az Új-Ebergényi és az Ó-Ebergényi kastély üzemeltetőire gondolok, hanem úgy tudom, hogy azért a faluban elég sok mindenki csatlakozott ehhez a Szerelem falu projekthez. Hogyan találtatok velük egymásra? Az első falu polgármestere fantasztikus volt, hogy egyszerre nagyon lelkes volt, sőt azt mondta, hogy az ő titkos álmát valósítjuk meg, mert már ő is tervezett a közelben egy szerelemparkot, az még nincs kész, a tervek már elkészültek, és idén a rózsalugas és a padok mindenképp el fognak készülni, valószínűleg a többi is, és az a második álmunk is, hogy ott is lehessen külső szertartást lebonyolítani, tehát legyen egy olyan esküvő is, amit ott tartunk meg. Megkerestük igen a kastély bérlőit is, és ott is kerestünk olyan lehetőségeket, amik még tovább szélesítik az ő palettájukat is. Így például az Ó-Ebergényi kastélyban van lehetőség arra, hogy a fiatal pár, vagy egy már összeházasodott pár is egy fantasztikus barokk randin vegyen részt, akár beöltözve, pont úgy, mint egy várúr meg egy várhölgy, hosszú asztal, régi jellegű terítés, ételek és a csodálatos díszteremnek a hangulata mindezt meg tudja adni, azt gondolom. És a program része lehet az élőzenei aláfestés és a fotózás is. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem csak esküvő szervezés folyik ott az Ó-Ebergényi kastélyban, hanem különböző szerelmes találkozás, vagy akár randi lehetőség is lesz a későbbiek folyamán, hogyha mondjuk így múlik a pandémiás helyzet, akkor meglévő fiatalabb, idősebb párok is részt vehetnek olyan vacsorák, amit rendszeresen megrendeznek majd. Ez nem közös programként indul, hanem pont az a szépsége, hogy csak kizárólag, ha a pár kéri és megrendeli, nekik szól. Tehát az egész barokk dísztermet megkapják ők, és egy vacsora keretében végig tudják élni a várúr, várhölgy klasszikus feelingét. Ez az, ami azt hiszem speciális az Ó-Ebergényi kastélyban. Lehet randizni egyébként, lovasműhelyben is, ott pedig az a különlegessége, hogy a lókarámba visszük ki az asztalt, a székeket, italt, ételt, és a lovak szemlélése mellett egy naplemente keretében lehet akár egy randit megélni, aki valami különlegesebbre, másra vágyik, mint amit eddig megélt. Hát ha most jól értem, hogyha lenne kedvem a párommal egy romantikus estét eltölteni, mondjuk, hogy tegyük fel, most álmodjunk, egy nagyot, vége van a pandémiának, és szeretnénk valami nagyon romantikusat kitalálni, akkor lehetőségünk lenne például egy lovas műhelyben eltölteni egy gyertyafényes vacsorás estét, ahol nézhetjük a lovakat teljes romantikában, csak ketten, vagy pedig, hogyha ennél nagyobb szoknyás estére vágyunk, akkor ugyanezt megtehetnénk úgy, hogy az Ó-Ebergényi kastély dísztermében csak ketten vagyunk. Igen, ez most még adott. Azt javaslom mindenkinek, hogy mihelyest van rá lehetőség, jelentkezzenek. Ez egy olyan lehetőség, ami azt gondolom, hogy hamar be fog telni ezeknek az időpontoknak a kérése, hisz ott mindenféle egyéb rendezvényeket is tartanak. Ez egészen izgalmasan hangzik. Tegyük fel, valaki szeretne egy hétvégét eltölteni a párjával, vagy Vasszécsényben a Szerelem faluban, hiszen ugye a héten zajlik országszerte a házasság hete is. Milyen lehetőségeik vannak ezen a hétvégén, úgyhogy ugye most azért egy kicsit korlátozottak vagyunk a vírushelyzet miatt, de mennyi mindent találhatnak most Vasszécsényben, ha beülnek az autóba, és azt mondják, hogy egy szombati vagy egy vasárnapi nap, hiszen ugye most az ottalvás nem lehetséges, de egy egész napot eltöltenének kettesben Vasszécsényben.
két kinti játékkal készültünk, amik bármikor elérhetőek, szerelmesek napjától kezdve. Az egyiknek az a neve, hogy Csókkaland, és a helyi közösségi szintér elől indul, ott a van egy pici nyírfaerdőcske, és ott érdemes keresni az első megállót. A fákra vannak felhelyezve a megállók, az egyik megállótól lehet a másikig eljutni, és mindegyik egy ön és egymást megismerésére segítő közös játékos tevékenység. Például az érintés megtanulása, vagy az öt szeretett nyelvnek a megismerése, és azáltal önmagunk megismerése, hogy vajon melyiket hová tesszük a sorban. A másik játékos kalandunk, az pedig a szerelemösvény nevet kapta. Az egy településfelfedező játék főleg. Ott az egyik megálló logikai feladataival tudunk eljutni a következő megállóig. Ez egy 2-3 órás játék. Ehhez azért érdemes felkészülni. A helyi étteremben lehet szívalakú pizzát rendelni, és egyéb szerelmetes ételeket is. A helyi boltban pedig piknikkosarat lehet megrendelni. Egyébként ebben a helyi boltban lehet a szerelemösvénynek a játékos kártyáit felvenni. A játék végeztével ugyanoda kell letenni. Akkor ezek szerint a bolt az egyik kiinduló és végzős pontja ennek a hétvégi lehetőségnek, de gondolom itt korlátozott a vasárnapi meg a szombati nyitvatartás. Lesz másik pont is, ahol majd ezeket a kártyákat fel lehet venni, illetve majd le lehet adni? Igen, a bolt az hétvégén 10-ig van nyitva, úgyhogy esetleg azt is lehet, hogy a boltba veszi fel, és a másik helyen, ahol még szintén fel lehet venni, a helyi étterem melletti dohánykereskedésbe ott lehet felvenni, meg ott lehet esetleg letenni a másikat is, úgyhogy majd visszakerül mindegyik oda, ahová kell. Aki végigmegy és 4 szolgáltatást például igénybe vesz, ez később is és már most is így van, az egy kis faszívet kap ajándékba, garantált ajándékként, amire a személyes üzenetét ráírhatja, amit szintén a nyírfa erdőcskébe lehet felakasztani, már van egy és várja a párját. Nagyon helyesen hangzanak ezek a lehetőségek. Mi van abban az esetben, hogyha tegyük fel, most már nem lesz ez a helyzet, ami most, és ott alvási lehetőség is van, bővül még ezen kívül akkor a szolgáltatások köre? Még mennyi mindent csinálhatunk akkor majd vagy Széchenyben? Annyi mindent, hogy szerintem minden eszembe se fog biztosan jutni. Például randi kosarat lehet, amit az előbb nem is említettem, a helyi boltban rendelni, vagy akár a helyi étteremben is, amit a közeli rétre kisétálva lehet elfogyasztani, akár magas lesre fel lehet sétálni, és ha nem is garantáltan, de elég sűrűn megjelennek ott őzek, róka, nyuszi, amik még pluszba színesíthetik ennek a randinak a lehetőségét. Van páros élményfestés, a pár egy képet fest, és egy közös kép fog elkészülni. Ez az összeharmonizálódásnak egy nagyon jó játéka lehet. És az is lehet, hogy két külön képet festenek, amik összerakva tartalmaznak majd aztán egy nagy képet is. Hogy milyen színes a paletta? Erről csak néhány szóban még említenék. Például az Oebergényi kastélyban már készül, vagy a kastély elé egy lakatkapu, a helyi étteremben szerelemtál készül, lehet szerelemmenüt is rendelni, szerelemlimonádéval, koktéllal, szerelmi üzenetes minyont lehet a helyi pékségben kapni, a falunak van egy ásványmúzeumja is, múzeumvezetője örömmel vár bárkit, hogy végigvezesse a tárlaton a látogatókat, külön kitérve természetesen a szerelmes ásványokra, például a rózsakvarcra, amely a szerelem egyik jelképe. Ezen kívül még számtalan lehetőség van, ami a www.szerelemfalu.hu oldalon megtalálható. Nagyon-nagyon jól hangzik, és nagyon örülök neki egyébként, hogy itt a közvetlen környezetünkben van egy ilyen kezdeményezés, és hogy valamilyen formában itt mindjárt a részesei lehetünk. Nagyon remélem egyébként, hogy sokszor fogunk még hallani rólatok különböző programok megvalósítása kapcsán. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, ismételten velünk voltál, és bízom benne, hogy még sok alkalmunk lesz erről a projektről és az éppen aktuális fázisáról beszélgetni. Én is nagyon szépen köszönöm, és várunk minden szerelmest Vas-Széchenybe, az ország minden területéről. A Vas-Széchenyi Művelődési Ház kulturális gazdaságfejlesztési tevékenysége részeként a helyi vállalkozókat összefogó turisztikai márkát hívott életre, a Szerelemfalut, amelyet a helyi művelődési ház vezetője Tárci Orsolya álmodott meg, akivel a mai interjúban a Szerelemfalu ötletéről, a megvalósításban résztvevő közösségekről és a közelgő szerelmesek napjáról is beszélgettünk.